Szervusz! Na, gratulálok, hogy idáig eljutottál. Ez már a hetedik levél, amit kaptál. Most egy érdekes dolog lesz megint így ebben. Amúgy, ha még eddig nem jutottál el odáig, vagy még nézegeted a dolgokat, akkor melegen tudom ajánlani azt, hogy az ingyenes regisztrációt azt csináld meg, utána nézd meg, hogy melyik csomag az, ami neked tetszik. Ajánlom a Silvert, meg a Platinumot. A Silver az, ami már valahol úgy hoz, hogy az már elmegy. A Platinum az meg az, ami a legjobban hoz. Ha meg bizalom vagy, akkor érdemes az úgynevezett bizalomcsomagot, a legkisebbet választani, és utána úgyis fel tudod upgrade-elni akármelyikre. Na, a mostani dolog, amivel kapcsolatosan itt lentem, bocsánat, találkozni fogsz, amit találni fogsz, az egy olyan dolog, olyan anyag, ami a viszonyunkat mutatja meg a pénzzel. Hogyha valaki megkérdezi tőled azt, hogy mit gondolsz a pénzről, és már lehet, hogy hallottál már egy pár dolgot, hogy hogyan működünk, akkor már valószínűleg így már, mivel már foglalkoztál vele, azt fogod mondani, hogy hát igen, én jobban vagyok a pénzem, meg stb. 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 De nem hülye a tudatalattink. Abszolút nem hülye. Nagyon fontos az, hogy mit gondolunk így a pénzről, mit gondolunk a gazdag emberekről. Egyszerűen le tudod tesztelni, hogyha mit a megáll mellett egy esermelci, és oda nézel, és látod az embert, aki benne van, mi az első gondolat, ami eszedbe jut. Ez is trükkös, mert általában mi az első gondolat, nem veszük észre, hanem a másodikat vagy harmadikat. Hogyha el tudod kapni az első gondolatot, és ez a legtöbb embernél, ez általában így hangzik. Ki ez a paraszt? Honnan van neki ilyen autója? Hát biztos összecsalta vagy összedobta. Tehát általában ez szokott lenni. Ha ez az első gondolat, és ezt el tudod kapni, hogy tényleg ez az első gondolatod, akkor ez nagyon egyszerűen megmutatja, hogy milyen a viszonyod a pénzzel. Úgyhogy itt most van egy kisebb olvasmányos rész, mindenképpen érdemes elolvasni, nézd végig, aztán, hogyha eljutsz odáig, akkor mondom, mindenképpen ajánlom azt, hogy haladjál tovább a dologgal, tehát csinálod az ingyenes regisztrációt, és válaszol ki egy olyan csomagot, ami neked megfelelő, és ha kell, akkor fizetésben mindenképpen tudok segíteni, ha meg nem, akkor meg ott van, tehát magadtól is meg tudod csinálni. Én csak maximum annyiba tudok segíteni, hogy gyorsabb is legyen, meg költséghatékony neked. Tehát, hogy úgyhogy kb. Ezekbe tudok segíteni, és utána megjön amit a látsz, ahogy mit tudom, tehát le kell a fizetés utána a promot tölteni, telepíteni a gépedre, kiválasztani a tárterület, és már megy, és onnantól meg a buli is részben, hogy nézed naponta, hogy na, hogy jön a pénz. Úgyhogy a lényeg az, hogy minél inkább kihagyod ezt, minden nap, ami eltelik anélkül, hogy elkezded, az egy olyan nap, amikor kidobsz pénzt az ablakon. Úgyhogy viszont, ha meg még nézegetnek, akkor teljesen nyugodtan nézegessél, még jönni fognak e-mailek, amik lehet, hogy segíteni fognak. Tehát az teljesen jó, hogyha valaki minél jobban belenéz a dologba, ami mielőtt dönt. Úgyhogy ennyi ez az anyag, amit így ma mutatni akartam, vagy mondani akartam. Nyugodtan olvasd tehát el ezt, ami lentebb van, és jobb döntést. Szia!